A Margit szigetre általában sétálni szoktunk jönni, nem érdekes egy helyeket keresni. Aki pedig mégis különleges épületet keres, az rögtön megáll a Hajós Alfréd uszodánál. Ha viszont beljebb jövünk a szigeten, akkor nagyjából az uszoda magasságában áll egy titokzatos épület, különleges történettel, ez pedig a volt ásványvízpalackozó. És rögtön három érdekes történetelágazással, Hajós Alfrédével, a Margit szigetével, és az apa és fiú Vidor Emil, illetve Vidor Páléval. Kezdjük Hajós Alfréddal, aki nem elég, hogy neves építész lett, de korábban az első újkori olimpián, Athénban ő nyerte Magyarország első olimpiai aranyát is. De volt válogatott focista, sőt futballbíró is a magyar futball hajnalán, és nem először került itt szomszédságba Vidor Emillel. Mivel az uszoda és a palackozó is a 30-as években épült, ez legalább 30 évet kell visszaugornunk. A korábbi, a Honvéd utcában lévő bedőházzal kapcsolatos egy helyben már elmondtam, hogy Hajós Alfréd, az építész Hajós Alfréd első irodája, az pont az épülő bedőházzal volt szemben, és ugyan elég béketűrő természet volt, de az anekdóta szerint nem állta meg, hogy át ne kiabáljon időnként, hogy ezt azonnal hagyják abba. Nagyon nem tetszett neki az az épülő bedőház, amit egyébként Vidor Emil tervezett. Aztán ugrunk 30 évet, és a sors újra egymás mellé pottyantotta az épületeiket, egyrészt az uszodát, és mögötte pedig a Vidorék által tervezett ipari épületet. Az első magyar fedett sportuszodát, a ma Hajós Alfréd nevét viselő Margit szigetit 1930-ban avatták föl, és ugyanúgy a modernista Bauhaus korszellemnek megfelelő épület, mint mögötte a két Vidor, apa és fia által tervezett 1936-os palackozó. Így került újra össze Hajós és Vidor, sőt rögtön két Vidor. Sokak Vidor Pál tervezéseként tartják számon az üzemépületet, de ezt még az apjával, Vidor Emillel közösen tervezték. Ez a klinkertéglás és lekerekített homlokzat egy igazi meglepetés és köszönő viszonyban is van az uszodával. Nagyjából egyébként az uszoda külső medencéivel egy vonalban vagyunk, és itt egészen 2010-ig folyt még az ásványvízpalackozás. Az uszoda építésekor bukkantak a szigeten egy újabb termálforrásra, ez lett a Magda forrás. A Margit szigeti gyógyvizet már 1868 óta palackozták, kezdetben a töltőüzem a volt kiszálló hátsó részében működött. És egy újabb kitérő, a Margit sziget, mint fürdősziget. Az egy helyen már a Palatinus strandfürdőben jártunk, de egyébként a két világháború előtt a Margit sziget Ybl Miklós fürdőépületeivel volt tele, amik különböző termárforrásokra alapoztak, a termárforrások pedig Zsigmondi Vilmos mélyfúrásainak köszönhetjük, az első ilyen 1867-ben. Volt. 118 méter mélyből tört fel a 44 fokos hévíz. A kút ma is létezik, és emléktábra hirdeti alkotóját a Margit-szigeti Halastónál. Erre a kútra alapozva született meg a hely fürdőszigetté fejlesztésének terve. József főherceg Ybl Miklóssal az egész szigetre kiterjedő tervet készítetett, ebből 1873-ra elkészült a gyógyfürdő, néhány vendéglő, több villa, a kisszálló és a neoreneszánsz nagyszálló, és a Szent Margit gyógyfürdő neoreneszánsz épülete, ami sokáig a sziget dísze volt. Aztán a II. Világháborúban megsérült, és az 1956-os nagy árvíz után le is bontották. De 1936-ban még állt, amikor megépült a budapesti Szénsavgyár RT palackozója. Tehát az uszoda építésekor bukkantak rá az újabb termálforrásra, a Magda forrásra. 1936-ban készült el az ásványvízpalackozó épülete, amit a fővárosi tanács rögtön bérbe is adott az új forrással együtt 15 évre a Polgári Serfőző RT-nek. És akkor itt kanyarodik újra elénk a két tervező, Vidor Emil és Vidor Pál közös története. Nyilván az apa, Vidor Emil volt az ismertebb építész, de később a közös építészeti tevékenységük is szorosan összekapcsolódott.
Vidor Emil már fiatalon sikeres, gazdag és elismert építész lett. Rövid tallózásban említjük csak meg a Bedőházat, a Palatinus házakat, vagy a Városligeti Fasorba épült híres Vidor villát. De Vidor Emil jól is házasodott. Felesége ugyanis egy Freudlein volt, a Freund családról pedig azt kell tudni, hogy ők alapították a kor egyik nagy sörgyártó cégét, a Polgári Serfőzőt. Így lett egyéb munkái mellett a kőbányai sörgyártás iparépítészetének is az egyik építésze, nevezetesen a Polgári Serfőző házi építésze. A legidősebb fia, Vidor Pál pedig ott folytatta, ahol a papa abba hagyta. Ő is tervezett a sörgyár kőbányai telepén, a világháború előtt az ipartelep katonai célú átalakításában vett részt, sőt óvóhelyeket is tervezett Budán. Legfontosabb alkotása mégis a Margit-szigeten felépült palackozó üzem, amit szintén a Polgári Serfőző érdekeltségébe tartozó cég építetett. Az itteni palackozott vizek korábban a Palatinus víz, majd a Szent Margit-szigeti ásványvíz voltak ismertek is és elterjedtek is, de ma is nyilván sokan emlékeznek még a kemény műanyagos kékcinkés Margit-szigeti kristályvízre. A 2010 elején aztán a Margit-szigeti kristályvíz palackozását a Pepsi megszüntette a Margit-szigeten, állítólag a szállítás okozta forgalmi problémák miatt. Így a környezetébe finoman illeszkedő üzemet bezárták. Jött 10 év csipkerózsika álom, és a Margit-szigeti vöröstéglás üzemépület életében 2020-ban új fejezet kezdődik. 2022. májusában itt nyílik a kristályszintér, a Városmajori Szabadtéri Színpad új közösségi kulturális helye.